Egy 56 kilométeres kerékpárút köti majd össze Egert és Miskolcot. A városunkba vezető útvonal tervezett nyomvonalát járták be kedden délután a szakemberek. Bokker István, a tervező cég ügyvezetője elmondta, a Miskolci szakaszra már megkapták az építési engedélyt, az egri bekötés esetében pedig már kijelölték a javasolt nyomvonalat. Ennek az egyeztetett nyomvonalnak a bejárása fog ma megtörténni, mint előkészítő munka. Ha ez a, ez a bejárás sikerrel járul, és látjuk, hogy a nyomvonal járható, akkor itt is elindulnak a geodéziai, illetve a fúrási munkák. Majd ezután itt is egy engedélyezési eljárás fogja követni a menetet, és remélhetőleg utoléri az eredeti projektet. Szabó Martin a Városüzemeltetési Iroda munkatársa elmondta, a kerékpárúta merengő, a maklári, valamint a kertész utcán megvalósuló szakaszokon fog becsatlakozni a városba. A tervezés során nagy hangsúlyt helyeztek arra, hogy a meglévő terapadottságokat figyelembe vegyék, meglévő közlekedési felületeket felhasználtak a tervezésnél, hogy a költséghatékonysági szempontok figyelembe vegyék véve. Igyekeztek a tervezésnél a nyomonat úgy meghatározni, hogy természeti látványosságoknál meglévő növényzetállapotokat figyelembe vették, és amellett haladjon el a kerékpárút. A város főépítésze Kacsó János elmondta, a beruházás jelenleg egy tervezeti fázisban van, a végleges nyomvonal kijelölését követően pedig azt vizsgálják majd, hogy mindez milyen szabályozási tervet von maga után, hogyan érinti a költségvetést, de településképi szempontból is adódhatnak majd kérdések.